Jó napot, sziasztok, kedves nézők! Itt vagyunk az M3 Autópark Home Office stúdiójában. Kellemes székbe ücsörgök, és ezt a kis Dacia Sandero-t mutatnák meg nektek. Közben meg, hát, drága Lola, egy kávécska. Kedves, hogy tényleg minden nagyon jó kávékat főzöl. Köszönöm szépen, meg is kóstolom. Megtartalak, nagyon kedves, hogy köszönöm szépen. Gyere, segítsél nekem, nézzük meg ezt a Dacia Sandero-t közelebbről. Egy kicsit, ami 2015-ös gyártású autó. A papírjaiból úgy láttam, ugye egy kék metál színű, nagyon szép, egy ilyen nagyon sötét kék metál szín, gyöngyház metál különben, és ugye öt ajtós kocsi. A felszereltségét tekintve nagyon jó magas gyári felszereltség, ugye a Dacia-hoz viszonyítva, még tempomat is van benne, és tényleg egy jó kis darab. Nézzük meg akkor, ez is gumikat is néztem rajta, ezek Hankook márkájúak, nagyon jó állapotban vannak, én úgy láttam, biztosan használható még egy jó pár évig. Gyári sötétítésű zöld színű üvegek vannak rajta. És akkor nézzünk bele egy kicsit ide a vezető üléshez, mert ez itt van a legtöbb minden, amit meg tudunk nektek mutatni. Ugye az autónk kék és szürke szövetből készült ugye a teljes belső kárpitozása, és nagyon jó, szerintem jó ötlettel. Ugye ugyanilyen színű, nem fekete, meg nem világos, hanem kék színű a biztonsági öv, és ugye van oldal légzsák is, kicsit árnyékolok, innen látjátok, hogy van oldal légzsák az autóban. Oldalkárpitokban kis díszítés. Ha beülünk, akkor látjuk majd, hogy ez egy Dacia, esetleg eltévednénk valahol, más autóba ülnénk be. Ezt én tettem bele, ezt kicsit kivesszük, mert hogy nem tudom, hogy van benne szűnyeggarnitúra is. Ugye nincs benne megkoffa a pedálzat sem, nem is lehet ugye, mivel összességben 42 ezer kilométeres kocsit fogunk megnézegetni. Bepiszkítom, azért beleülök. Ön kellemes szól a rádió benne. Szól az Omega. Úgy. Na és akkor nézzük, hogy mit látunk itt szembe. Ugye behúztam a kéziféket, azt látjátok. Úgy igaz, amit mutat, az teljesen valós. 42.496 kilométer futású autó. És hát jó negyedig van még üzemanyaggal, világítás bekapcsoljuk. Ilyen kis narancssárga fénye van, hát így sokat nem látok bele, de este sötétben nagyon jól néz ki, tehát egy ilyen kis narancssárgás háttérfénye van. Leállítom és újraindítom, és akkor meg tudjátok nézni, hogy hogy indul az autónk. Tehát van két darab eredeti gyári kulcsunk, ez mind a kettő távirányítós kulcs. Mutatom. És akkor nézzük meg, hogy indul. Tehát van itt ABS, guminyomás ellenőrző, még egyszer visszaveszem, hogy gyorsan elhasszik minden. Ugye van benne menet stabilizátor, ott jobb felül látjátok, az is kialudt, még egyszer mutatom. Jó, és akkor ugye látszik, hogy légzsákok is rendben vannak, minden, elforgatjuk a kulcsot, kialszik az összes cseklámba, ugye összességében a kézifékünk van, ami be van húzva. Előttem egy bőrkormány, bőrbe vonott a kormány, teljesen kopásmentesen ugye, ebbe is légzsák, tehát elől is oldal légzsák van az autóban, és innen tudjuk a tempomatot nyomkodni, meg a sebesség limitert, mert hogy az is van benne, valahol itt láttam a gombocskáit, így igaz, itt van lent, tehát az egyik gombbal állítjuk ugye a sebesség limitet, a másikra pedig a tempomatot tudjuk vezérelni. A két elektromos ablak, már is leteszteljük, megkérjük Lolát, hogy nyomjon egy jobb gombot, nyomjon egy bal gombot, finoman megy, tökéletes szélvédő van benne, centrál zárva be tudjuk magunkat zárni, ezt is megmutatom. Hát csak hallani lehet, ugye látni nem látjuk, de be vagyunk zárva, ez biztos. Aztán, ha ide lenézzünk, ide középre, itt van egy AC nevezetű gomb, ezt is bekapcsoljuk, ventilátort bekapcsoljuk, kigyullad a kis sárga lámpa rajta, és nagyon kellemes, hűvös levegő már is elindult, nagyon jó a klíma benne, ugye, fiatal autó, 2015-ös, mit várjunk tőle, legyen jó a klíma benne. Na és akkor itt a zenét is meg tudjuk nézegetni, azt hallottuk, hogy szépen szól, és azt viszont nem mondtam, hogy van benne USB csatlakozó, és van benne AUX csatlakozó is, és ugye villog ez a kis Bluetooth jel, azaz, ugye a telefonotokkal kommunikálni fog ez a szerkezet, és egy darab CD-t még bele lehet oda helyezni. Van két pohártartó az első utasoknak, dohányzással nincs lehetőség,
mert hogy nincs benne se szivargyújtó, se pedig hamutartó, úgyis jó, és akkor ide tudjátok betenni a telefon töltőt, vagy bárminek a töltőjét. A kormány magasság állítható, innen lentről látjátok, a motorja az autónak 1.2-es benzines, 75 lóerős, már is nyomok egy kis gázt. Amúgy nagyon jól megy, finoman megy, nagyon jó az úttartása az autónak, kellemesen viszi ezt a karosszériát. Aztán mellettem még mit tudok mutatni, ugye ezt láttok, 75 lóerős 1.2-es motor, jó sok mindent ugye felsoroltunk ide, ami az autóban benne van, illetve megvan a gépkönyv, szervizkönyv, leírások, rádió leírás, szintén kék színű a kis tarsója, amit ugye a kesztyű tartóba tudunk ide behelyezni. Ott van különben a kis komputer kiolvasókája. Jól elrejtették a srácok. Na, azt, amit az elejét megmutattam, tehát szépek az ülései, nagyon jól kitaláltak ezzel a kék szürkével. A vezetőülés is hibátlan, tökéletes állapotú és állítható magasságú. Na, akkor nézzük meg, mit adnak itt a hátsó utasoknak a Dacia művek. Ugye kézzel tudjuk tekergetni az ablakokat leföl, van hátul is hangszóró, Isofix gyerekülés bekötésére szolgáló kis vas benne van, a kis behegesztett kis U alakú dolog. Oda lehet bekötni a gyerekülés, gyönyörű, hibátlan, nagyon szép, tiszta, az autó kellemes illat van benne, és van itt egy térképnek is zseb, vagy bármiféle dolognak, amit bele szeretnétek tenni. Na, akkor nézzük meg az autónak itt a hátsó részét is. Szép kis új Dacia jel. Na, és ott van a kis bekötőpont, látjátok. Megvan minden tartozéka, tehát az emelő, kerékkulcs és a vonószem. Gyönyörű, tiszta, újszerű. Nyissuk ki ezt is, megkérjük Lolát fel, emelje fel. És íme itt ez a gyári pótkerék, ugye, teljes értékű kerék, 185-65-15-ös, lemezfelnin, és tökéletes, érintetlen, szép hátulja van a kocsinak. Benne van a kalaptartó, az jó, erős, masszív különben, tehát simán le lehet fejelni, eltörik valakinek a homloka. Gyönyörű lámpái vannak, tökéletes a kasznia, tankolni könnyedén tudunk, itt írja, hogy mit tegyünk bele, és zárható ugye ez a nyílás. Tükrök és ezüst színre vannak fújva, mind a kettő ugye természetesen. Nagyon szép az eleje, látszik, hogy van ugye kötvény szórónk alul, világ itt a helyzetjelző. Gyönyörű, tiszta, kristálytiszta lámpái vannak. És ez szép kis új Dacia jel. Van még itt egy extra, nem az, hogy nem nyitottam ki, szokás szerint eltéveztem, de nem gond. Megnézzük, hogy nyílik. Méghozzá így, egy újat, amit bedugáltak, és már könnyedén ki is nyílt ez a nyitószerkezet. Fölpattintottuk az elejét. Megkérjük Lolát, nyissa ki. Valahol itt van, igen, ott van. Találnál meg. Na, megtalálta. Hát itt látszik, hogy tökéletesen is újszerű állapotban van minden. Itt ketyerészik a mocink. Kiegyenlítő tartályban megfelelő folyadékszint. Volt egy olajcsere valamikor, még ez gyári akkumulátor benne. A kis kompjúterre, kék folyadékszint. Szervóolajat. Abba is megfelelő folyadékszín, olajat is megnéztem, az is teljesen normális. Ott az ABS, klímacsövek. Nagyon szép, be is csukom. Nézzétek meg egy kicsit előről szemből. Tényleg jól néz ki szerintem, jól mutat ez a kis kocsi. Érdemes benéznetek hozzánk, hogy szeretnétek egy jó kis városi vagy akár országúti cirkálót. Ugye 1.2-es 75 lovas motorral, egy kis családi autó, nagyon jó bevásárolni is, elfértek benne, kötelező is alacsonyra, illetve ugye az adó is sem ugye magasak, tehát eltartható jó kis, szép kis autó, és még egész fiatal, hiszen csak 5 éves, még csak a jármű. Amennyiben tetszett a videó, de ha nem, akkor sem bánnám meg, hogy nyomnátok egy ilyen jelet a végére. Ezt nagyon köszönöm nektek a
kedvességet, feltétlenül iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, gyertek el hozzánk az M3 autóparkba. Itt vagyunk most is, úgyhogy ne ijedjetek meg, bátran jelentkezzetek, hívjatok, telefonáljatok, gyertek el, próbáljátok ki, legyen a tiétek. Köszönöm az érdeklődést, a viszontlátásra, sziasztok, én pedig megyek tovább, és a kis kávécskámat megiszom itt kedves Lolával, a viszontlátásra.